Élesen bírálta a kormány adópolitikáját Klaus Johannis államelnök is, aki ugrabugrálásnak nevezte az intézkedés sorozatot. Ne vigyék bele az országot egy olyan adóügyi kalandba, amelynek szomorú vége lesz, fogalmazott az államfő. Az államfő mai foglalásában a kormány adópolitikáját bírálta. Klaus Johannis gyakorlatilag ugyanazokat a fenntartásokat fogalmazta meg, amelyeket gazdasági elemzők és ellenzéki politikusok, szakszervezeti vezetők már elmondtak a szociáldemokrata kormány pénzügyi intézkedéseiről. Az elnök kifogásolta, hogy a gazdasági növekedés fő hajtóereje a fogyasztás, és ez a fajta bővülés hosszú távon általában nem tartható. Csökkent viszont a külföldi beruházások értéke az elmúlt évhez képest, és a közberuházások is visszaestek. Governol. A kormány egy olyan emberhez hasonlóan viselkedik, aki hónapról hónapra többet keres, de amennyivel többet keres, annyival több hitelt vesz fel a bankoktól, az adósság törlesztését pedig a gyerekekre és az unokákra hagyja ne vigyék bele az országot egy olyan adóügyi kalandba, amelyiknek szomorú vége lesz, mondta Johannis, aki arról is beszélt, hogy már a kormány beiktatásakor megfogalmazta azt az elvárását, hogy hagyják abba ezt a pénz- és adóügyi ugrabugrálást. Most azonban azt tapasztalja, hogy nem vették figyelembe a szavait.